Hollósi Kornélia történetének bemutatását pályája vége felé fejeztük be előző alkalommal. Kocsis Katalin elárulta, a nemzet csalogánya, ahogy kortársai elnevezték, egy hosszú, mintegy két éven át tartó országjáró körútat tett, ez volt az ő búcsúja. Erdélytől Sopronig szinte minden városba, így Nagykanizsára is ellátogatott. Előtte Kaposváron volt, és onnét jött ide, még azt is tudjuk, hogy négy lovas hintóval és milyen útvonalon érkezett, mert szerencsére Kanizsának akkor már volt újságja, közösen Kaposvárral egyébként, akkor még az Alassomogyi Közlöny, ami hát akkor még csak 10 naponta jelent meg, de már 1862-ben azért megindult, úgyhogy ha azt elolvassuk az akkori számokat, akkor ebből sokat megtudunk arról, hogy egyrészt a kaposvári koncertről is, ami azért érdekes, mert a kanizsai koncertről nem írták le, hogy mi volt a műsora, de szerintem nagy valószínűséggel Kanizsán is, meg azért sok helyen is nagyjából ugyanazt a műsort énekelhette, és ebbe voltak operáriák, például a Szeviai Borbélyból a Rozina áriája, vagy a Rinda di Chamuni című Donizetti operából, abban van egy hatalmas nagy ilyen igazi bel canto, fantasztikus technika kell hozzá, az az ária, és mindig tartott repertoárián magyar dalokat. Itt Kaposváron Huber Károly nevét említik, aki hát szintén a kor opera szerzője Erkel kollégája volt. Az ő fia volt később a Hubai Jenő néven hát iskolát teremtő hegedűművész, szóval Huber Károly feldolgozásában, illetve az ő magyar dalait is énekelte. A kanizsai, illetve a közös kaposvári újságban jelentek meg cikkek erről, és mindegyikbe kiemelték, hogy a nemzetünk édes nyelvén zengedeztette ezeket az áriákat, tehát az olasz opera részleteket is magyarul énekelte. A két kanizsai hangverseny érdekessége még, hogy helyi közreműködők is felléptek a kor szokásainak megfelelően. Az egyik koncerten itt volt például Kanizsán a Svastics János, aki egy ilyen verbunkos szerző volt, akkoriban eléggé közismert, keszthelyi kötődésű, és az úgynevezett Grünbaum-féle zenekar, akik ilyen kicsit átmenet voltak a klasszikus zene, meg kicsit a cigány zene között. És ők. És a második koncert után egy nagy táncvigalmat is tartottak, és na most még ezt azért is érdekes, mert részben jótékony célokra ment ez a két koncert, mégpedig Hollósi Kornélia jövedelem egy részét, illetve a második koncert utáni táncvigalom jövedelmének egy részét felajánlotta a kanizsai piarista gimnázium javára. Hát ugye a gimnázium akkoriban már hát megvolt, működött a mostani Eötvös téren álló egykori régi laktanyában, és hát nagyon rettenetes körülményeik voltak, úgyhogy minden fillér nagyon rájuk fért, és tehát egy részét ők kapták meg a bevételnek, a másik részét pedig a keszthelyi Georgikon. Megírták azt is a lapok, hogy kivonult a küldöttség, amikor a Hollósi Kornélia megérkezett, már a város határába üdvözölték. Szerintem több napot itt kellett, hogy töltsön, mert az újság szerint 11-én jött el, május 11-én jött el Kaposvárról, és a koncert csak 16 és 17-én volt. És közben nem írták, hogy máshol lett volna közben koncertje, úgyhogy szerintem addig ő itt volt Kanizsán. Nagyon könnyen el tudom képzelni, ezt az újság nem írta meg, mert csak 10 naponta jelent meg. És hát annyi mindent nem tudott megírni, hogy közben biztos, hogy tett mindenhol, ahova csak megérkezett, ott mindenhol tett tisztelgő látogatásokat, illetve őnála tettek tisztelgő látogatást a helyi, hát úgy mondja, VIP familiák. Úgyhogy biztos ez Kanizsán is így volt, mert hát mit csinált abban a 4-5 napban, amíg, hát jó, hát nyilván pihent is, mert ezért nagyon megerőldető volt ez az állandó utazás, tehát nyilván az is kellett neki, de biztos, hogy ilyen is volt, úgyhogy Hollósi Kornélia legalább 4-5 napig akkor itt talán még sétálgatott is kicsit, mert hát akkoriban azért Kanizsa még azért szegényesebben nézett ki, ugye 1863-ban, de hát itt volt,
és megtartotta a két koncertjét. Az egész környékről, a környező helyekről is jöttek Kanizsára mind az előkerülségek, úgyhogy zsúfolt házak voltak, és hatalmas siker. És az első koncert után például ilyen éjzenét adtak neki, gondolom, hát nyilván a Zöldfa előtt és a Grünbaum-féle zenekarral, tehát ilyenekről tudunk. És hát ezt azt is tudjuk, tehát, hogy mindez egy része legalábbis hát jótékony célra történt, és ezt a pénzt a Kanizsai Piarista Gimnázium kapta. Nem tudom, hogy a városban máshol valamit erről lehet-e látni, de a gimnáziumban van egy ilyen iskolatörténeti fal, ahova képek vannak, hát ilyen kiállításszerűen kitéve, és ott a Hollósi Kornélia is ott van. Hollósi Kornéliáról többet tudhatnak meg Kocsis Katalin blogjában, mint mondja, fontosnak tartja, hogy minél többen megismerjék az énekesnőt. Nem csak sokakat magával ragadó személyisége, embersége miatt, hanem azért is, mert tevékenységével a magyar kultúra meghatározó alakja.